Teniszkarrierre készült. Mégis énekes lett Szikora Róbert tehetséges teniszjátékosként tartották számon az Ergo énekesét, amikor a sport helyett a zenei karriert választotta. A zenei pálya sem állt olyan messze tőle, hiszen a híres Tánádal énekes, Szikora Jenő volt az édesapja. Szikora Robi most a Borsnak adott interjújában mesélt arról, milyen volt ebben a közegben felnőni. Én csak ültem a sámlimon, és nagyon jól szórakoztam. Lehettem 6 vagy 7 éves, és akkor még nem fogtam fel, hogy Kovács Erzsi vagy éppen Németh Lehel mekkora sztárok voltak a hazai könnyű zenében. Mindenki ismerte őket, nálunk meg szinte mindennapos vendégek voltak, mondta Alapnak. Az édesapja által ismerte meg Kolósi Jánost sok más ismert énekessel egyetemben, akik együtt dolgoztak a Csak Hakni Királynak becézett Szikora Jenővel. Sokszor kísértem el őket, nyáron leginkább kert helyiségekbe szervezett haknit az apám, de persze, vidékre is sűrűn járt a csapat. Azt hiszem, ezeken a haknikon fertőződtem meg, elvarázsolt a színpad és a muzsika. Arra gondoltam, egyszer majd én is ott lehetek a reflektorfényben, mesélte Robi fiatalon kezdett el hangszereken játszani, először gitározni kezdett, majd beleszeretett a dobolásba, amelyet igen hamar kamatoztatni is tudott, amikor elkezdte az édesapját kísérni a fellépéseire. Rövidesen apámmal együtt jártam a fellépésekre, ahol olyan élményeket szereztem, annyit tanultam, hogy még ma is profitálok belőle. A nagy öregek befogadtak, például Kolósi János is, és már nem a kis Szikora, hanem a csapat dobosa voltam. Aztán 15 évesen felhagytam a haknizással, én lettem a One World, majd a Firm együttes dobosa, ahonnan a Hungáriába igazoltam. Végül megalapítottam az Ergo-t, mesélte Szikora.